short love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say that. Hogyan is kell bekötni szakszerűen egy hangrendszert? Az itt látható eszközökkel, illetőleg szerkezetekkel, kábelekkel ez tökéletesen megoldható, mindössze érteni kell hozzá. Na de várj! Egy hangrendszer szakszerű bekötéséhez először is szükség lesz az itt látható kábelre. Ez a kábelkötek fogja összekötni az erősítőt és a hangfalat. Szükségünk lesz a képen, illetőleg szükségünk lesz a képen látható két csincs kábelre, hozzáillő sztereó csatlakozóval, vagy egy egyszerű kétsíny sztereó kábelre. Soron pedig egy ilyenre. Vagyis az erősítő hálózati kábelére. Következőleg! Esetünkben az erősítő egy Skytech SPL 400-as házi PA végfok erősítő, aminek a teljesítménye 4 ohmon 2x200 watt, 8 ohmon pedig 2x150 watt. Mivel a hangfalam 8 ohmos, ezért az erősítő csak 150 watton fogja meghajtani. A hangfal pedig egy Omnitronic DX822-es 3 utas 300 wattos 150 watt RMS passzív hangfal. Speakon csatlakozásokkal ellátva, ami viszonylag megnehezíti azt, hogy összehozzuk egy hagyományos végfokkal. Ez a hangfal rendkívül masszív, mind hangzásilag, mind felépítésileg. A középhangokat is tökéletesen sugározza, a magasakkal sincsen semmi baj, és a mélyek is egész szuverének. Kezdjük is el! Először csatlakoztassuk az erősítővel hálózatot. Ezt követi a két csincs. Fekete megy a fehérbe, piros pedig a pirosba. Ez teljesen mindegy, a lényeg az, hogy egy színnek egyeznie kell. A fekete lényegében ugyanazt jelent, mint a fehér, csak más a színe. Tegyük rá a csatlakozókat. Szintén ugyanúgy, ahogy bedugtuk a végfokba. Majd jön a hangfal kábel. A hangfal kábel általánosságban kettő darab összeragasztott monozsinórból képez a sztereót. A fehérrel ellátott vezetéket dugjuk bele a pirosba. Ami itt annyit tesz, hogy betesszük mögé és visszacsavar. Amíg nem érezzük azt, hogy teljesen nehéz lenne csavarni, addig muszáj becsavarni. Az erősítő megvan. Jöjjön a hangfal. Mivel nincsen hozzá csatlakozóm, ezért a bekötés nem feltétlenül lesz szakszerű, viszont a hangfal így működött. És készen. A nyakamat teszem rá, hogy így működni fog. Miután ezzel meg vagyunk, csatlakoztassuk rá az erősítőt valamire, amiről üzemelhet. Például egy telefonra. Majd kapcsoljuk be az erősítőt, ám még ne adjunk rá hangot. Indítsuk el a zenét, és fokozatosan hangosítsuk fel. Fontos, hogy ezeknél az erősítőknél lassan szabad hangosítani, mivel ha gyorsan megtekered, akkor leéghet. Erre nagyon figyeljetek oda. Már csak azért is, mert nagyon nem olcsó egy ilyen erősítő. Az itt látható darab történetesen 20.000 forint. És nem utolsó sorban figyeljünk oda a szomszédokra, mert panelban nem lehet zajongani. És készen is van a szakszerűen bekötött hangrendszerünk, egy darab hangfallal, egy darab erősítővel, és egy darab telefonnal, amiről üzemelhet. Hogyha tetszett, akkor dobj rá egy lájkot, a feliratkozás kérdését pedig rád bízom. Ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett. Sziasztok!